Így karácsony előtt tudjuk, hogy az emberek egy picivel több pénzt költenek, hiszen ajándékokat vásárolnak. Sokan talán nem is gondolnak arra, hogy vannak olyan szegényebb sorsú emberek, akiknek az alapvető élelmiszerek is nagy gondot jelentenek annak a beszerzése. Ezért így évvége tájékán az adventi időszakban több szervezet is gyűjtést szervez. Az Élelmiszerbank számára, Iduna Keszén is megindult a gyűjtés. Pontosan mit jelent ez, mikor és hol lehet és mit gyűjteni? Hosszú évekre visszamenőleg veszünk részt az élelmiszerbanknak a, a, a gyűjtésében. Ez azt jelenti, hogy különböző nagyáruházakba, különböző szervezetek gyűjtenek a rászorulóknak tartós élelmiszert. A mi gyűjtési pontunk, vagyis először a, a dátum, az november 24-26, péntek, szombat, vasárnap, pénteken 3 órától 8 óráig, szombaton 8-7 tól 7 óráig, és vasárnap 8-6 óráig és ez a Dunakeszi Tesco Hipermarket, a főúton lévő hipermarket. Ami Göt van. Amelyik Göt van. És milyen élelmiszereket várunk a rászorulóknak? Mindenféle tartós élelmiszert, lisztet, cukrot, rizset, tésztaféléket, olajat konzerveket, májkrémet, készételeket, és mindenféle édességet, és szaloncukrot. Ezeket még karácsony előtt fogjuk kiosztani a rászoruló családoknak. És gyere, itt Dunakeszin? Itt Dunakeszin, itt helyben, tehát még karácsony előtt megkapják. És arra kérjük önöket, hogy támogassák a, önök is a nélkülöző családokat, hogy terített asztal mellett ünnepelhessék a karácsonyt. Ön említett, hogy nem ez az első év volt már ilyen korábban is. Milyen sikerrel szokott ez az akció megvalósulni? Mennyire adakoznak akár a Dunakeszélyek? Hú, hát kilószámot most nem tudok mondani a tavalyi meg a tavaly előtti évről, de azt meg tudom mondani, hogy 200 csomagot tudtunk összeállítani a tavalyi évben, meg a tavaly előttibe is. Ez három kategóriájú csomag, tehát kaptak egyedülállók, egy-két gyerekes családok és nagy családok is aki a három napban, amit említettem, ami ugye ezen a hétvégén lesz, elmennek a Gödi tesco a Gödi és Dunakeszi között található Tesco áruházba, hogyan találják meg önöket? Tehát ott fognak állni a bejáratnál, vagy lesz-e valami ismertetőjel? A magának a, a záróház bejáratánál lesznek a szórólaposztók, tehát az Élelmiszerbanknak a, a megkülönböztető ruhájába leszünk, és a szórólapjaikat fogjuk osztani a, a vásárlóknak, és magának, ahol a záruháznak a vásárló terébe van a bejárat, mellette lesz a gyűjtőpont. Sok sikert kívánok hozzá, köszönöm Köszönjük szépen. szépen.